Milyen erős Magyarország hadserege, pláne hogyha összevetjük a szomszédaink haderejével, na meg persze a legnagyobbakkal. A Magyar Honvédség hatalmas fejlődésen ment át az utóbbi időben. Új fegyvereket és harci járműveket szereztek be, na meg már elindult a TikTok csatornájuk is, mert persze arra is szükség van. Mondjuk ahhoz, hogy még több emberhez eljussanak, és így sokan elgondolkodjanak azon, hogy lehet csatlakozni kellene a sereghez, tényleg jó eszköz lehet a TikTok. De elég lehet ez ahhoz, hogy lenyomjuk a szomszédainkat? De még mielőtt belemélyednénk, hogy állunk a szomszédainkhoz képest, beszéljünk a mai videó szponzoráról, a Conflict of Nations-ről, ahol te biztos, hogy le tudod majd nyomni a szomszédaidat. A CON egy valós idejű online multiplayer stratégiai játék, amiben teljes irányításod alá vehetsz egy országot. A cél pedig nyilván az, hogy te legyél a legerősebb hatalom. Ehhez viszont nem lesz elég csak felturbóznod a hadsereged létszámát, hanem a hadi technológiát és persze a gazdaságot is fejlesztened kell ahhoz, hogy legyen esélyed az ellenfeleiddel szemben. Mivel PvP mókáról beszélünk, hatalmas szerepet fog kapni, hogy milyen stratégiát választasz, ugyanis nagyon nem lesz mindegy, hogy akarsz az ellenségeid fölé kerülni. Tiéd lesz a legerősebb gyalogság, tenger alattjárókkal sunyogsz a városaik mögé, vagy éppen verhetetlen légierőd lesz. Minden csak rajtad múlik. Regisztrálj a Conflict of Nations-re a leírásban és a rögzített kommentben található linkünkön keresztül, és te is megkapod a szuper kezdő bónuszunkat, 13.000 aranyat és 30 nap prémium tagságot, amikkel hatalmas előnyhöz juthatsz a többiekkel szemben. De siess, mert az ajánlat csak 30 napig él. Kezdjük onnan az egészet, hogy mikortól is létezik olyan, hogy magyar hadsereg. Ugyan nyilván már a honfoglaláskor is voltak harcosaink, és a középkorban is volt olyan, hogy magyar haderő, egy szervezeti egységként az 1848-as szabadságharc óta tekinthetünk a Magyar Honvédségre. Ekkor, pontosabban 1848. május végén Batthyány Lajos miniszterelnök utasítására 10 gyalogzászlóaljat szereltek fel, mindezt a nemzeti őrsereg részeként. És mivel ezt már tényleg honvédségként emlegették, ezt tekinthetjük a modern magyar hadsereg megalakulásának. A szabadságharc lezárásával ugyanezt feloszlatták az osztrákok, de később az osztrák-magyar monarchiában újra lehetett saját seregünk. Sajnos mindkét világháborúban elég rosszul szerepeltünk, a második világháborút lezáró béke pedig az országunk méretei mellett a katonaságra is hatással volt. Ekkor ugyanis 70.000 főben limitálták a magyar hadsereg maximális méretét. Ezután hatalmas fejlesztések zajlottak le már szovjet alapokon, de az 56-os forradalom végén ez félbeszakadt. Mondjuk már előtte is elkezdték csökkenteni a sereg létszámát, ami az 1989-es rendszerváltásnál csúcsosodott ki. Akkor ugyanis újabb 20-25%-os létszámcsökkentés jelentett be a vezetőség. A következő nagy lépés az volt, amikor a szovjet tagállamok közül elsőként jeleztük 1996 évelején, hogy szeretnénk csatlakozni a NATO-hoz, amibe 99. március 12-én felvételt is nyertünk. Ekkor még a sorkatonaság adta a hadsereg gerincét, de ezt 2004-ben eltörölte az országgyűlés. Azóta békeidőben senkinek se kell kötelezően bevonulnia. 2013-ban viszont annak ellenére, hogy a II. Világháborút lezáró béke 70.000 főben limitálta a magyar hadsereg létszámát, a kormány 29.700 főben húzta meg ugyanezt a határt. Ezt valószínűleg a költségoldal miatt tették. Ebben viszont nincsenek benne az önkéntes tartalékosok és a rendelkezési állományban levők. Persze ez alól kivételt képez az, ha rendkívüli állapot vagy megelőző védelmi helyzet állna fent, ebben az esetben ugyanis általános hadkötelezettség léphetne életbe. És hogy mi lesz a honvédség jövője? Ezt megválaszolni legfeljebb egy időgép segítségével lehetne, mivel a külső hatások elég komoly szereppel bírnak. Tervek persze vannak, és nem is kicsik. A célkitűzés ugyanis az, hogy a honvédség 2026-ra a régió egyik legkorszerűbb hadereje legyen. Ezt az egész elképzelést a Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében próbálják véghez vinni. A jelentős lemaradás leküzdését megcélzó programot még az akkori honvédelmi miniszter Simicskó István hirdette meg 2016-ban. A magyar haderő ugyanis a 2010-es évekre annyira rossz állapotba került, mintha egy paintball csapat lett volna a példaképük, hadműveletekben való részvételre pedig gyakorlatilag képtelen lett a honvédség. A program elsődleges célja a hadiiparfejlesztés, és amennyiben csak lehetőség van rá, úgy a hazai gyártást és összeszerelést helyezik előtérbe. Ezt viszont nem csak azért csinálják, mert így lesz egy csomó fegyverünk, hanem azért, mert az erre a célra fordított kiadások egy része meg is térülhet, és a gazdaságra is jó hatással van. De miből is áll pontosan ez a hatalmas beruházás? Kezdjük rögtön a legnagyobb lépéssel, méghozzá a PZH 2000-es csúcskategóriás német önjáró lövegekkel, amikből rögtön 24 is érkezik a flottába. Sőt, konkrétan az egész flotta most érkezik, ugyanis eddig nem volt ilyen harci járművünk.
De ha már a harckocsiknál tartunk, a különböző típusokból több mint 500 darab kerül beszerzésre. A legfontosabb ezek közül talán a német gyártású Leopard tankok. De olyan svéd Carl Gustav Várról indítható páncéltörők is rendelkezésre állnak majd, amiket az ukrán csapatok komoly mennyiségben kapnak éppen a nyugattól. Jönnek még új helikopterek, légvédelmi rakéták és radarok is. Meg persze ne feledkezzünk meg a vadászrepülőkről se, például a 4 vadi új Gripenről, ami 2024-ben csatlakoznak majd a flottához. És ez már mind meg is lesz 2026-ra. Talán mondani se kell, de nem, az új beígért dátum már 2030. Viszont a háborús helyzet miatt a program felpörgetéséről döntöttek 2022 májusában. Novemberre pedig a haderőfejlesztési program átdolgozott 10 évre vonatkozó tervezete is elkészült, ami iránymutató a fennálló háborús helyzet kapcsán is. A cél az, hogy 2024-re a GDP 2%-át a honvédségre fordítsuk, ami egyébként egy NATO felé tett ígéret is egyben. Na de mindezek tükrében mi a mostani helyzet? Hogy állunk a szomszédainkhoz képest? Innentől a Global Firepower adatait fogjuk vizsgálni. Ezek alapján Magyarország hadiereje az 54. legerősebb a világon, ami nem is olyan rossz. Jöjjön egyből a rossz hír, Románia a 47., vagyis sokkal erősebbek nálunk, de a jó hír az, hogy Románián kívül mindenkit lenyomunk a régióban. Szlovákia a 67., Szerbia az 58., Horvátország a 69., Ausztria pedig a 84. helyet foglalja el. A szomszédaink közül Románián kívül egyedül Ukrajna előz meg minket, cserébe ők nagyon, mert ők a 15. helyet foglalják el, bár a háború előtt a 22. helyen voltak. Na de nézzük részletesebben. Magyarországon, ahogy már mondtam is, 23 ezer az aktív katonaság létszáma, ami egy kicsikét kevesebb, mint a románoké, ahol 67 ezeren vannak. Szlovákiában ugyanez a szám 13 ezer, Szerbiában 25 ezer, Horvátországban 15 ezer, Ausztriában pedig 23 ezer, Ukrajnának viszont 200 ezer fős aktív katonasága van. Az összes katonát tekintve, amiben beletartoznak az önkéntesek és mindenki, 55 ezer fős a magyar létszám, Romániában 132 ezer, Szlovákiában 13 ezer, Szerbiában 80 ezer, Horvátországban 37 ezer, Ausztriában 183 ezer, Ukrajnában pedig 500 000. Jó. Magyarországnak 176 tankja van, Romániának 413, Szlovákiának 30, Szerbiának 242, Horvátországnak 75, Ausztriának 56, Ukrajnának pedig 1890. Katonai járművekből 7128 van Magyarországnak, Romániában viszont ennek több mint a duplája 15836 van. Szlovákiának viszont csak 7104, Szerbiának 9592, Horvátországnak 3076, Ausztriának pedig 3328 van, majd ugye elértünk Ukrajnához, ahol 37 ezer van. Önálló tüzérségi jágyúból csak 10 van nekünk, Romániának 47, Szlovákiának 41, Szerbiának 90, Horvátországnak 25, Ausztriának 53, Ukrajnának pedig 953, úgyhogy ebben nagyon le vagyunk maradva. Vontatott tüzérségi jágyúkból viszont már egy picikét jobban állunk. Ott nekünk 295 van, Romániának 910, Szlovákiának viszont csak 9, Szerbiának 72, Horvátországnak 231, Ausztriának 1 sincs, Ukrajnában pedig 889 van. Sorozatvető ágyukból viszont nagyon-nagyon rosszul állunk, mert 1 sincsen az országban, Romániában cserébe 207 is van. Szlovákiában 25, Szerbiában 82, Horvátországban 105, Ausztriában szintén 0, Ukrajnában pedig 647 van. A magyar légierőben 57 repülőnk van összesen, Romániának ehhez képest 146, Szlovákiának 48, Szerbiának 117, Horvátországnak 80, Ausztriának 101, Ukrajnának pedig 312. Ebből nálunk 12 vadászgép van, Romániában 30, Szlovákiában 10, Szerbiában szintén 10, Horvátországban 12, Ausztriában 15, Ukrajnában pedig 69. Bombázónk egy sincs, a jó hír viszont, hogy Romániának, Szlovákiának, Horvátországnak és Ausztriának sincs egy se, a szerbeknél viszont 17 is van, Ukrajnában pedig 28. Katonai szállítónk csak 2 van, Romániának 11, Szlovákiának 7, Szerbiának 1, Horvátországnak 1 se, Ausztriának 11, Ukrajnának pedig 26. Helikopterből viszont már egész jól állunk, ott 35 van nekünk, míg Romániának 61, Szlovákiának 21, Szerbiának 51, Horvátországnak 42, Ausztriának 63, Ukrajnának pedig 113.
És akkor jöjjenek a hajóink, amiből kifejezetten rosszul állunk, mert ugye tenger hiányában nulla van nekünk. Hasonló helyzetben van Szlovákia, Szerbia és Ausztria is, hiszen nagy tengerek nélkül tök felesleges hajókat fenntartani, Romániának viszont 45 van, Horvátországnak 34, Ukrajnának pedig 38. Összességében tehát nem állunk olyan rosszul, mint ahogy mondjuk én azt gondoltam volna eredetileg, de azért ráfér a fejlesztés a haderőre. És hogy viszonyulnak a számaink a legnagyobbakhoz, Oroszországhoz és az Egyesült Államokhoz? Hát, Oroszországban aktív katonából 830.900 van, az Egyesült Államokban pedig 1.390.000. Ha az összes katonát nézzük, akkor még durvább a helyzet, Oroszországban ugyanis 1.330.900 van, az Egyesült Államokban pedig 1.832.000. Tankokból az oroszoknak 12.566 van, az Egyesült Államoknak pedig csak 5.500. Viszont az összes katonai járműben már az amerikaiak szétverik az oroszokat, ugyanis az oroszoknak csak 151.641 van, Amerikának pedig 303.553. Önálló tüzérségi ágyúból az oroszoknak 6.575 van, az amerikaiaknak pedig kereken 1000. Vontatott tüzérségi ágyúból viszont az oroszoknak 4.336 áll rendelkezésére, az Egyesült Államoknak pedig 1.339. Sorozatvető ágyúból 3.887 van orosz oldalon, 1.716 amerikai oldalon. Repülőből 4.182 van az oroszoknak és 13.300 az Egyesült Államokhoz, ami mellett a mi 57-es légierőnk egy picikét eltörpül. Ebből az oroszoknál 773 vadászgép, 744 bombázó, 444 katonai szállító és 1531 helikopter, míg az Egyesült Államokban 1914 vadászgép, 843 bombázó, 962 katonai szállító és 5584 helikopter áll rendelkezésre. És hogy a víziflottával zárjuk a videót, az orosz hadseregnek 598 hajója van összesen, az Egyesült Államokénak pedig 484. De hogy mi lesz a jövő, az persze nem csak rajtunk fog múlni. Az viszont biztos, hogy a fegyvereink jelentősége talán soha nem volt ilyen nagy a második világháború óta, mint mostanában. De még ennél a témánál sem minden a pénzről szól. A fegyverek mellett ugyanis képzett és bevethető katonák is kellenek egy ütőképes hadsereghez. Szerinted jó ötlet lenne a kötelező sorkatonai szolgálat bevezetése Magyarországon, ami egyébként az összes skandináv országban és többek között még Svájcban és Ausztriában is működik? Ha pedig érdekelnek a hasonló videók, iratkozz fel a csatornára! Regisztrálj a Conflict of Nations-ba a linkünkön keresztül, és játsz teljesen ingyen mások ellen a világuralomért. Na meg szerezd be a szuperkezdő bónuszod. Link a leírásban. Mára ennyit a 10-es listáról. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el megnyomni a like gombot, és iratkozz fel a csatornánkra, hogy elsőként értesülhess a legújabb tartalmainkról.